A megyei kormányhivatal is részt vesz a Nemzeti Népegészségügyi Stratégia keretében különböző felvilágosító kampányokban. Ezek főleg az ifjúságot célozzák meg preventív jelleggel. A legújabb kampánya Ciki a cigi nevet kapta. Ez arról szól, hogy a fiataloknak felhívjuk a figyelmét arra, hogy bizony milyen veszélyei vannak arra, hogyha rászoknak a dohányzásra. Itt a megye középiskoláival, iskoláival együttműködve szeretnénk azt, hogyha az ezzel kapcsolatos eszközök, amelyeket a népegészségügyi főosztályunk használ, minél több intézményben, minél több településsel jutnának a megyébe, és felvilágosító órák keretében bemutatná a fiataloknak azt, hogy milyen élettani és egyéb káros hatásai vannak a dohányzásnak. A demonstrációs bábú szemlélteti például a tüdőelváltozásokat és az érszűkületet, de azt is, hogy a dohányosok körében gyakrabban kerül sor alsó végtag amputációra, és magas a zöld hályog, illetve a gyomorfekék kialakulásának esélye is. A bábú mellett a mai kor igényeinek eleget téve egy informatikai fejlesztésnek köszönhetően egy különleges monitor is segíti a fiatalokat az információszerzésben. 1,3 milliárd ember dohányzik a Földön, és ebből 400 millió évente meghal. Hazánkban 35 ezer ember hal meg a dohányzás következtében. Na most azt nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok dohányzás leszoktató program van, de természetesen felnőtteknél, mivel ez szenvedélybetegség, ez elég nehéz téma és kérdés, úgyhogy mindenféleképpen az ifjúságot kell megcélozni. Már az óvodások körében fontos az egészségtudatosságra való nevelés. Így tovább javítható az a tendencia, amelyet a 13-15 éves korosztály körében megfigyeltek. A vizsgálatból kiderül, hogy pár éve még csak 62%-uk nem dohányzott, a legutóbbi felmérés során azonban a gyerekek 75%-a tartozott a nem dohányzók táborába.